Itt van velem a brandépítő egyik csodaszép jelöltje, Lilu. Először is gratulálok a jelölésedhez. És ahhoz is egy ilyen fantasztikus brandet sikerült felépíteni. Ha most a kettőt így azért így összevetem, a social media és brand, az egy elképesztően egy szimbiózisban létező dolog ma már. Neked mi volt nagyon fontos, amikor a Body & Me márkádat megalapítottad, és tisztában voltál vele, hogy ezen az úton is el kell indítani? Saját márkámat már jóval azután indítottam el, hogy létrehoztuk a saját webshopunkat, és azért az elég nagyra nőtt, viszonylag hamar. Meg hát én azért 15 éve ezzel foglalkozom, szóval nekem azért ez egy komoly szenvedélyem volt mindig a bőrápolás, és azért gyakorlatilag az elmúlt 15 évben én folyamatosan ezzel kapcsolatban csináltam szakértői interjúkat. 2 éve megjelent a könyvem, a Tudatos Bőrápoló könyvem. Szóval nekem azért az életem nagy részét már ezt teszi ki nagyon hosszú évek óta. Csak el kellett telni ennyi időnek ahhoz, hogy létrehozzam a saját márkámat. Én ki akartam találni, hogy mi az, ami nagyon más, mint ami a piacon van, de olyan, ami mégiscsak nagyon működőképes. Gyakorlatilag az utolsó hatóanyagot is én álmodtam meg az én csapatom álmodta meg a Body-ba. Ez az egész tudatos testápolás olyan érdekes, hogy a világon még így most indul el, pedig 2 éve már piacon vagyunk vele, úgyhogy hát ez egy nagyon más, nagyon, nagyon klassz dolog egy ilyet építeni, szóval tényleg olyan, mint egy gyerek. Neked mi volt nagyon fontos, amikor így a közösségi média felületekről volt szó, hogy amit közvetíteni szerettél volna róla, ami egy nagyon fontos szempont volt? Hát nekem több szempont is van, ugye nekem a saját social médiás felületem, és itt az elsősorban az Instagramra és a YouTube-ra gondolok, az nagyon levált a Lirulendes bőrápolós közösségünkről. Tehát én egyszerre elkezdtem a sajátommal együtt építeni egy másikat, ami tőlem teljesen független, és ahol csak bőrápolás van. És már ott is van 60 ezer követőnk, és ott folyamatosan csak és kizárólag bőrápolós témák vannak. A YouTube-on, ahol most már szintén van 60 ezer feliratkozónk, és ott például nagyon népszerű sorozatunk megy, a Make Up Down, ahol ismert nőkkel beszélgetek, csinálok portréműsort, úgyhogy közben sminkelnek, mellette pedig rengeteg bőrápolós tartalom van. Tehát nekem nagyon külön vált a saját személyes Instagramom és a Lirulendes tartalmak. Pontosan azért, mert nem akartam a kettőt keverni. Én a magánéletemben viszonylag keveset osztok meg. Ez az én ízlésem és ez az én életem. Én így szeretem. Nekem ugye a gyerekeim se jelennek meg, a családi életem se jelenik meg, csak ami nekem belefér. Tehát azt gondoltam, hogy egyszer nem érdemes a kettőt keverni. Az egyik az egy brand, az egy vállalkozás. Ott oda azok jönnek, akiket a bőrápolás érdekel, nem az, hogy én mit ebédeltem, és külön kell választani az enyémet. Tehát, hogy nekem ez az első perctől kezdve már külön zajlott, és szerintem ez nagyon jól működik. Az biztos, hogy a social media egy nagyon vékony mesdjén mozgó dolog, főleg, hogyha most azt veszem, hogy vannak a toxikus, és vannak a jó dolgok, amit ad. Ha most így azt kérdezem, hogy számodra mi az, amit egyébként nagyon tud adni a közösségi média, akkor az mi lenne? Hát ezt is két fele választanám, mert azért az, hogy kik az igazi véleményvezérek, én ebben viszonylag ilyen szigorú vagyok, de például az, hogy nagyon sok olyan tartalomhoz lehet hozzájutni, ami edukációs tartalom, fitness, életmód, egészség, bőrápolás, tehát az, hogy vannak most már olyan oldalak, ahonnan tényleg sokat lehet tanulni, és amiknek az edukáció van a fókuszában, ez szerintem egy nagyon klassz és fontos dolog. Nyilván ezzel együtt például a TikTok az így maga a sötét bugyor olyan szempontból, hogy rengeteg káros dolog is van, ami például az Instagramon egyébként jóval kevesebb, és olyan, ami egy ilyen méteres hülyeség, és hogyha az ember mondjuk bőrápolás témában elkezdi utánozni, akkor kifejezetten kártékony a bőrnek. De valójában, aki szerintem az influencer, és itt most a privát, a saját, a személyeket fedő, és nem a témákat fedő tartalmakra gondolok, vagy profilokra gondolok elsősorban, én nekem fontos az, hogy egy influencernek, akinek komoly követő tábora van, legyen ügye. Legyen legalább egy valami, ami fontos neki azon túl, hogy pénzt keres a felületével, ami fontos neki azon túl, hogy megmutatja, hogy neki mennyivel jobb élete van, mint bárki másnak. És ez teljesen mindegy, hogy a kutyák örökbefogadása, vagy a szemétszedés, vagy a globális felmelegedés, vagy a ne vegyél fast fashion ruhát, vagy akár egy kicsit a közélet, de valami legyen, mert szerintem ez egy ilyen minimum küszöbnek kellene lenni az influencerséghez, mármint a belépésnél. De mondom, én ebben sarkos vagyok, szóval ebben nem vagyok feltétlenül népszerű.
Szerintem ez egy tökéletes lezárása volt most a beszélgetésünknek, úgyhogy köszönöm szépen!